Illés Tibor és Pálya is részt vesz abban a világhálón terjedő kezdeményezésben, amely a magyar táncokat népszerűsíti. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke azt mondja, minden ilyen kezdeményezés szolgálja az összetartozás ügyét. Mindig gondolunk egymásra, felkérjük egymást táncolásra, tehát ez egy régi dolog, ami úgy gondolom, hogy példamutató. A Bukovinai Székelyek az év elején számos a népcsoport egészét megmozgató programmal készültek, ám ezt teljesen átírta a koronavírus járvány. Illés Tibor azt mondja, a rendezvények jelentős részét az ősz folyamán sikerül majd reményeik szerint lebonyolítani, így a felnőttek néprajzi táborára Kismányokon és a mesemondó versenyre és a szólótánc versenyre Bonyhádon kerül majd sor. A nyári fesztivált ugye azt le kellett mondanunk, azt nem tudjuk pótolni, de ugyanakkor lesz október 10-én, ugye a Kismányoki, most már ez az ötödik alkalom, kerül megrendezésre a Kismányoki búcsú, illetve ehhez kapcsoljuk azt a programunkat, ami két évente szokott lenni, ugye a Székely találkozunk. Ezt szeretnénk kibővíteni ezt a programot, mi pedig pontosan azért, hogy lehetőséget adjunk a tagegyesületünk számára és a bemutatkozásra. Minden lehetséges programot szeretnénk megmenteni, mondja Illés Tibor, hiszen ezek az alkalmak adják számunkra az összetartozás élményét.